Vagyunk a Quack zenekar tagjai, Laróczi Bence akusztikus gitáron, illetve ritmus gitáron és játszik és vokálozik, Erdei Sára szaxofonos, Zsigorás Marci basszusgitáron, Bartágon gitár, és én Lőrinc Ámos vagyok, és én énekelek, és én írom a szövegeket. A Quack zenekar története nagyjából 5 évvel ezelőtt kezdődött, akkor egy koncertfelkérés kapcsán jöttünk össze páran barátok, hogy valahogy rakjunk össze egy műsort, és annyira jól sikerült ez a zenélgetés, hogy úgy voltunk vele, hogy ha már van egy műsorunk, akkor dolgozzunk egy kicsit tovább, és hamar arra jutottunk, hogy írjunk saját dalokat, mert azzal lehet messzebb eljutni. Tulajdonképpen így a megismerkedésünk, vagy az megalakulásunk után fél évvel el is készítettük az első saját dalunkat, az első kislemezt. 2018. júniusában talán bemutattuk az első kislemezt koncerten is, és azóta van ez a zenekar. Mi, akik a zenekarban vagyunk most, tulajdonképpen többnyire a zenekar kapcsán ismertük meg egymást. Ajánlások, ismerettségek alapján, ahogy kerestünk zenészeket, úgy találkoztunk Sárival és Marcival, mi Bencével egy tévés műsorban találkoztunk, és ott barátkoztunk össze, és akkor így őt is behoztuk a csapatba, hogy jöjjön velünk zenélni. A srácok pedig tényleg hangszeresen játszották be magukat a csapatba, és aztán szerencsére úgy alakult, hogy nem csak a hangszeres tudásuk volt jó, hanem a személyiségük is kompatibilis velünk. Annyira örülnék, hogyha tudnék egyszer egy nagyon jó sztorit mondani erre, hogy miért Quack lett a nevünk, hogy sétáltam a Tatai tópartján, és amikor pont azon gondolkoztam, hogy mi legyen a zenekar neve, akkor nekem repült egy kacsa, de sajnos ez nem volt ennyire költői ez a sztori. Gondolkoztunk neveken, és nekem teljesen random beugrott az, hogy legyen Quack, és a zenekar azonnal vétózta, és aztán gyorsan kellett döntenünk, és nem jött ennél jobb ötlet. Arra jutott a zenekar, hogy na mi lenne, hogyha akkor mégis, amit a múltkor az Ámos mondott, az lenne, mondom, Quack. Igen, igen, az. És akkor így nagy örömmel a zenekar ezt a nevet választotta. Azonnal asszociáltuk a nevünkkel a gumikacsát. Én magam terveztem meg az első logónkat Paint-tel, mert mondták ezen az első fellépésen, hogy lesz egy LED-fal, ahova ki tudják rakni a nevünket, hogy valamit küldjek. És hát én a Paint-et tudtam használni még általános iskolai tanulmányai miatt, és akkor abban szerkesztettem egy ilyen rózsaszín kacsát kalapban, ami nagyon csúnya volt, és akkor tulajdonképpen ez volt így a nulladik pontja ennek, és aztán szerencsére ezt később valaki megcsinálta jobbra. Szeretünk úgy gondolni magunkra, mint egy olyan zenekar, aki úgynevezett okos popot játszik. Igazából ezt az okos pop hangzást teljes egészében a producerünknek, Asztalos Robinak is köszönhetjük. Ugyanálunk az a dinamika működik, hogy Ámos írja a dalokat, a dalszövegeket, meg egy gitáros demócokat küldeni neki, és Robi pedig így kiszínezi, valamint ugye mindenki így a zenekarból is hozzá szokott tenni. És igazából ezt az okos pop kifejezést úgy lehet érteni leginkább, hogy nem csak egy tipikus négy akkordos dalról van szó, hanem nagyon sok fajta hangszeres megközelítés, meg hangszerelési megközelítés találkozik a zenénkben. Szerintem az is nagyon-nagyon jó dolog ebben a zenekarban, hogy mindenki nagyon különböző zenei háttérrel jön, és ez adódik össze abba, amit végül is csinálunk. A zenénknek a működése, vagy az, ahogy létrejön egy dal, az tényleg abból adódik, hogy nagyon sokféle zenét hallgatunk egyesével is, és együtt pedig szerintem kb. Lefedjük a teljes zenei palettát. Ugye az eredeti megfogalmazásunk is az volt, hogy funk és groove-ok, rock gitározás, jazzista igényességű hangszerelés és alter szövegek. Tehát, hogy így minden egyben. Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdát. A dal forgatásai alatt azért kicsit nagyobb stressznek voltunk kitéve, hogyha fogalmazhatok így. És szerintem abszolút jól működött az, hogy nagyon jól át tudtuk támogatni egymást, az összes nehézsége, meg nagyon jól meg tudtuk beszélni a problémákat. Összekovácsoltak minket a forgatások. A dalba való jelentkezés nekünk évek óta tartó projekt, szerintem már a legelső dalunkat is beadtuk a műsorba. Próba szerencse alapon beadtuk az akkor is, idén is. Vagy hát, tehát, hogy idén is adtunk be dalt
ezúttal az akkor is. Ez a műsorban is elhangzott, azt hiszem Gyuri mondta, hogy oda mentünk egy jó dallal, és aztán a végére már annyira megismertük a saját dalunkat, hogy tényleg az utolsó hangig mindent tudtunk benne, hogy hol van és ki mit játszik. Szerintem mindenki tudta mindenkinek a részét. Ilyen szempontból nagyon jó ilyen önismereti tréning volt ez, és a saját munkánknak az regresszív megismerése, tehát szépen lebontani a felépített dalt nullára, és aztán onnan visszaépíteni. Most szingölökön dolgozunk, és egyszer csak majd megint összeáll ez egy lemezé, de az majd jövőre lesz valószínűleg. Egonnal mi még egyetemre járunk, kvázi hétköznapi szakmát tanulunk, én pszichológián vagyok, ő pedig valami gazdaságin. A többiek pedig amikor nem zenélnek, akkor is zenélnek, csak másokkal. Úgyhogy van mindenkinek több projektje, van kicsit szórakoztatóbb jellegű, kicsit elvontabb. Azt gondolom egyébként jelenleg, hogy ez a fő meder talán, vagy fő sodor mindennyiunknak. Mindennyiunknak megvannak a zenei projektjei, de most talán központban szerepel mindannyiunknál a Kvak.